Köszönöm. Szívesen. Köszönöm. Nagyon szívesen. Jó étvágyat kívánok. Átveszi a megérdemelt jutalmát a sört és virslit a kockás abroszos asztalnál Vas István. Ezeket az ajándékok mellé azért kapta a 65 éves szekszárdi férfi, mert vért adott. Tette mindezt 96. alkalommal. Azt mondja, tetszik neki a retro véradás hangulata. Megnyerő nagyon, mert tényleg nagyon jó. A régi időket visszahozza, mert tényleg akkor ugye sör, virsli, meg mit tudom én, kolbász volt, akkor... Mert most sokan azt hiszik, hogy az 500 forintért jön az ember, hogy kapja ezt a... Nem azért. Olyan jó érzés, mikor küldenek egy SMS-t, hogy felhasználták a véremet. Nem régi módi, csak retro. Szlogennel várta az Országos Vérellátó Szolgálat szekszárdi állomása a véradókat. Érkeztek is szép számmal az önkéntesek. A 24 éves Kajdi Tamás kollégáival jött a retro véradásra. 7. alkalommal nyújtotta a karját. Azt mondja, azóta ad vért, amióta ezen a munkahelyen dolgozik. Úgy véli, jó érzés, amikor megkapja az SMS-t, hogy felhasználták a vérét. Segíthetek az embereken, akinek szüksége van vérre, annak hozzájárulok én is. Az első retro véradást 2009-ben tartották Budapesten. A szekszárdi területi vérellátó 2018-ban csatlakozott ehhez az országos programsorozathoz. Ilyenkor a szervezők a 60-as, 70-es évek lakberendezési divatja szerint rendezik be a szolgálat fogadó helyiségét. A dolgozók piros-fehér pöttyös ruhába öltöznek, közben főtt virsli illata száll, és szól a retro zene. Véradóink nagyon-nagyon önzetlenek, hiszen rászánva a saját idejüket, energiájukat, vérüket, egy számukra teljesen ismeretlen emberen segítenek. Sokszor az életét mentik meg a véradása. Ezek a kampányvéradások, tematikus véradások egy kicsit színesítik ezt a véradásnak a formáját. Egy kis meglepetéssel tudunk ilyenkor kedveskedni a véradóknak. Torna megyében 2021 első 8 hónapjában több mint 6000 jelentkeztek véradásra. Ez 200 fővel több, mint 2020 azonos időszakában.